Köszöntöm nézőinket a Közéleti Magazinban ezúttal. Végig vesszük az új szekszárdi orvosi rendelő építése körül zajló politikai csatározások legutóbbi történéseit. Foglalkozunk az ingyenes helyi járatos buszközlekedés lehetőségével, ami a szekszárdi Fidesz frakció ötlete volt, és úgy tűnik a polgármester is támogatja. Valamint utána járunk, hogyan és milyen táborokat lehet szervezni a most érvényes szabályok alapján. Tartsanak velünk! Kizárólag az eredeti helyszínen a szekszárdi Szabó Dezső utcában engedélyezi a Magyar Államkincstár az orvosi rendelő építését. Ezt Ács Rezső, a város polgármestere mondta szokásos pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján. A következő percekben az április óta húzódó ügy legfontosabb részleteit mutatjuk be. Közel egy hónapja, április 30-a óta nem dolgoznak a munkások a szekszárdi Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő építésén. Ács Rezső, a város polgármestere ugyanis akkor állította le ideiglenesen a kivitelezést, mert a környéken élők közül néhányan tiltakoztak. Azt mondták, a beruházás felszámolná a házuk előtti zöld felületet. Az ügy rendezése érdekében május 14-én Ács Rezső az Éjjel Szekszárd frakció tagjaival egyeztetett. Akkor Zaják Rita, az Éjjel Szekszárd képviselője azt mondta, szerinte két másik lehetséges helyszínt is érdemes lenne megvizsgálni. Ezek közül az egyik a Május 1 utca végén található. Itt viszont nem biztos, hogy elfér a mostani tervek alapján épülő rendelő. Zaják Rita szerint az Aliszka és az Aljende utcák közötti füves területen is helyet kaphatna az épület, ott viszont nincs megfelelő út, ezért az ottani építkezés még legalább 30 millió forinttal drágább lenne. Nem mondom, hogy bármelyik jó megoldás lenne, hiszen 16-ban én voltam az, aki azt mondtam, hogy ne legyen zöldmezős beruházás a rendelő kapcsán. Akkor is azt javasoltam, hogy nézzünk olyan épületet, amit átépítve, felújítva, a zöld területeket békén hagyva tud megvalósulni a rendelő. Erre viszont most a Szabó Dezső utcába tervezett rendelő esetében nincs lehetőség, mert az épület 80 millió forintos építési költsége részben uniós forrásból valósulna meg. Az uniós pályázati kiírás szerint pedig a teljes ár maximum 200 a fordítható ingatlan vételre. Akkor Ács Rezső azt mondta, ha most kezdenek el új helyszínt keresni, könnyen előfordulhat, hogy az önkormányzat elbukja a pénzt, mivel az Éjjel Szekszárd képviselői által kinézett helyszíneket kezdésként először építési területté kell nyilvánítani, majd ezután az egész engedélyeztetést előről kezdeni, ami akár évekig is tarthat. Ács Rezső azt mondta, azt, hogy a Szabó Dezső és a Béri Balog utcák találkozásánál épüljön a rendelő, idén februárban a kizárólag az Éjjel Szekszárd tagjaiból álló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megszavazta. Így minden feltétel rendelkezésre állt. 8,5 millió forint hiányzott a teljes kivitelezéshez. Erről a 8,5 millió forintról viszont már az új közgyűlés Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hozott döntést, még a vészhelyzet kihirdetés előtt 2020. február 10-én. És annak tudatában, hogy ez melyik helyszínen pontosan hol fog megvalósulni, döntött úgy, hogy a projektet elengedi, a pénzt hozzá biztosítja. Ott még lett volna lehetőség azt mondani, hogy köszönjük szépen, de nem így szeretnénk, és akkor lehetjük az egész folyamatot. De nem így történt, hanem a pénzt adta hozzá, a projektet elengedte, engem pedig kötelezett a szerződés aláírására. Most úgy tesz mindenki, mintha a polgármester ragaszkodna itt egyedül a helyszínen, és ő döntött volna ebben a kérdésben. Nem, nem. Ez még a vészhelyzet előtti közülési vagy bizottsági döntés volt. A nyilvános egyeztetésen Bomba Gábor, az Éjjel Szekszárd frakció és az Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának elnöke azt mondta, hogy szerinte az új terület kiválasztása mellett az is megoldás lehetne, ha az önkormányzat megállapodna a tervezett rendelő melletti 30 lakásos panelház lakóival. Ez viszont valószínűleg újabb költségeket jelentene a városnak. Megállapodni a lakókkal természetesen, vagy abban, hogy legyen ott a rendelő, vagy mivel őtőlük elvesz ez a dolog valamit, úgy érzik, hogy elvesz valamit, akkor valamilyen megállapodás szülessen, hogy őket valamilyen szinten kárpótolni azzal, ami elveszett. Ács Rezső erre azt mondta, korábban a környéken lakók többsége aláírásával is támogatta az orvosi rendelő építését, ami illeszkedik abba a 2015-ben elindított önkormányzati programba, ami során az alapegészségügyi ellátást fejlesztik Szekszárdon. Az elmúlt években az önkormányzat szisztematikusan építette és újította fel az orvosi rendelőket, így aztán a Mikes utcától a Kölcsei lakótelep, Vigantér és Kanda utcai orvosi rendelők megújításra kerültek, és az alapegészségügyi ellátás fejlesztését szeretnénk tovább folytatni, ezzel azt elérni, hogy minden körzetben főállású orvos legyen, és minden körzetbe töltése kerüljön.
ennek a gondolatmenetnek a jegyében épülne meg, és már ott zajlik is a munka tulajdonképpen a BM Klub helyén az ügyeleti központ, illetve következő lépésen a Szabadezső utcájól is ennek a megépítése. Itt 4500 betegnek a jogos igénye áll szemben egy 20-25 fős ott lakók csoportjával szemben. Az egyeztetés végén a város polgármestere és az ilyen szexárd képviselői abban állapodtak meg, hogy az orvosi rendelő építése egyelőre nem folytatódik, az önkormányzat pedig megvizsgálja a szóba került másik két helyszínt is. Ezek a felvételek már május 20-án az Aliszka és az Allende utcák közötti Füves Közparknál készültek. Ez az egyik helyszín, ahol a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelőt meg lehetne építeni, az ilyen szexárd frakció tagjai szerint. Ács Rezső, a város polgármestere, a helyszínen tartott sajtótájékoztatót, a területet előtte a város főépítésze is megvizsgálta. Szerinte a mostani tervek alapján és a rendelkezésre álló pénzből nem lehetne az orvosi rendelőt itt megépíteni. Az Aliszka és a Zajende között egy jelentős közmű fekszik a talajban, amit ugye ki kéne váltani, védőtávolságot betartani, illetve jelentős mértékű útépítéssel is járna, és jelentős mértékű szintkülönbség is van. Az, hogy akadálymentes legyen nem csak az épületen belül, hanem a megközelíthetősége is, ez jelentős mértékben megnehezíti a lehetséges beruházás megvalósítását. Régebben itt egy parkolót akadtak, nem épületet, egy parkolót, azt sem engedte a hatóság egyébként, pont a közművek miatt. 40 centi átmérőjű víznyomócső van a talajban, ennek pedig 5 méteres védőtávolsága van, tehát eleve beszűkülnek a lehetőségeink. Erre a területre tehát Ács Rezső szerint több 10 millió forinttal többet kellene költeni a rendelő eredetileg tervezett 80 milliós áránál. A városi főépítés szerint hasonló a helyzet az ilyen szexárd tagjai által javasolt másik helyszínnel is, a Május 1 utcában. Ott is építési területté kell minősítetni a közparkot, majd új terveket készíteni, és az egész engedélyeztetési folyamatot előről kezdeni. Ez akár évekig is tarthat. Ráadásul ott járdát is kellene építeni, ami szintén jelentősen növelni a költségeket, és ugyanúgy egy parkban épülne, vagyis sérülne a zöld felület. Ács Rezső szerint ezek átgondolatlan javaslatok. Bármelyik megoldást is választja a város, mindenféleképpen a területet rá kell minősíteni, épületet rá kell tervezni, tehát jelentős mértékben megnő az időszükséglete ennek a projektnek, és hát a költségek is jelentős mértékben nőnek, mert itt például az út csatlakozás az körülbelül olyan 30 millió forintot adta volna meg, vagy donná meg a költségeket, és ugye gyakorlatilag még elvérne 500 négyzetméter zöld felületet is. A terepbejáráson az ilyen szexárd frakció több képviselője is részt vett, és felmerült egy újabb helyszín is. Zaják Rita szerint az önkormányzatnak egy Dobó utcai családi házat kellene megvennie, és átalakítani rendelővé. Azt még nem tudják, hogy a Dobó utcában támogatnák-e a helyiek, hogy rendelő épüljön. Hirtelen jött ötlet volt, ott még nem kérdeztük meg, az egy kis utca, egyébként néhány ház van az utcában, egy rövid utca, meg fogjuk kérdezni, hogyha erre sor kerül. Most addig nem látom értelmét, amíg a forrás erre nem tud előteremtődni. Ács Rezső szerint vélhetően ez a javaslat is több 10 milliós plusz költséget jelent. Az eredeti helyszínen a Szabó Dezső utcában közben a kormányhivatal vizsgálódik, mert a lakók állítása szerint fekete rigók fészkelnek az építési területen. A fekete rigót hazánk öt leggyakoribb madárfajtája között tartják számon, populációja az 1 millió fészkelő párt is meghaladja az országban, és ha kirepülnek a fiókáik, gond nélkül arrébb költöznek, mert a szakértő szerint az énekes madarak nem költöznek kétszer ugyanabba a fészekbe. Ha úgy teszik fel a kérdés, hogy a fekete rigó öngyilkos lesz-e akkor, hogyha ezt a fát kivágják, és ez a pár soha többet nem tud szaporodni, erre nagyon 1000% tudom mondani azt, hogy nem, mert hogy akkor fog találni 12, 24, 36 méter alárébb egy megfelelő helyszínt. A hetek óta tartó ügy végére úgy tűnik május 22-én pénteken került sor. Ács Rezső szokásos hétértékelőjén ugyanis ekkor jelentette be, hogy az önkormányzat állásfoglalást kért a Magyar Államkincstártól, azzal kapcsolatban, hogy át lehet-e helyezni az épületet máshova, anélkül, hogy a város elbukne az állami és uniós támogatást. Egyértelműen leírták, hogy ennek a beruházásnak az áttétele más helyszínre az nem lehetséges, mert akkor vissza kell vonni a pályázatot, és újra indítani az egészet. Ez pedig azt jelenti, hogy a következő 3-4 évben nem fog megvalósulni a beruházás. Hogyha áttesszük más helyszínre, akkor is a finanszírozóknak, mint a miniszterelnökség, vagy éppen a pénzügyminisztérium, a támogatásnak a módosításához az ő hozzájárulásuk kell.
Ács Rezső szerint ez azt jelenti, hogy többé már nem kérdés, hol épüljön orvosi rendelő Szekszárdon. Legfeljebb már csak az lehet vita tárgya, hogy megvalósuljon vagy ne valósuljon meg a 4500 helyi egészségügyi alapellátását korszerűsítő beruházás. A polgármester úgy látja, hogy politikai ellenfelei nem érdekeltek a szekszárdi egészségügyi fejlesztések megvalósításában, és mindent meg is tesznek azért, hogy ellehetetlenítsék 4500 ember egészségügyi alapellátásának korszerűvé tételét, csak azért, mert ezt a projektet korábban a Fidesz indított el, és ebből is megpróbálnak politikai tőkét kovácsolni egyéb ötleteikkel együtt. Napközi táborokat már lehet szervezni, az ottalvosról viszont még nincs hivatalos döntés. Tolna megyében is elkezdték összerakni a nyári programokat a sportegyesületek, kulturális központok, vannak azonban még bizonytalansági tényezők. Intézményi hatáskörben napközis táborokat lehet szervezni a járványügyi szabályok betartása mellett, jelentette be Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár még szerdán. Az ottalvos nyári táborokról szólva azt mondta, még zajlanak az egyeztetések, azokról a jövő héten tájékoztat majd a kormány. Szerde este mégis megjelent a kormányrendelet a Magyar Közlönyben, aminek értelmében június 16-ától a gyermek és ifjúsági táborok napközi és ottalvos szervezésben egyaránt megtarthatóak. Müller Cecília, országos tiszti főorvos hétfői sajtótájékoztatóján is későbbi döntésről beszélt, ám néhány részletet már elárult a táboroztatás szabályairól. Azt mondta, hogy csak egészséges gyerekek és személyzet lehet jelen, amit nyilatkozattal kell igazolni. Ha valaki a tábor ideje alatt betegedne meg, egy ott kialakított elkülönítőbe kerül. A 300 fősnél nagyobb táborokban pedig kötelező lesz az orvosi jelenlét. Ugyancsak kötelezik a táborszervezőket a nyitás előtti fertőtlenítésre, a gyerekeknek pedig higiénis oktatást kell tartani a táborozás kezdetén. Tolna megyében is elkezdték szervezni az iskolák, sportegyesületek, kulturális központok a nyári táborokat. A KSC Szekszárd elsőként reagált az enyhítésekre, és a múlt héten meghirdette a kosárlabda táborukat, ahol szinte azonnal betelt a létszám. 31 alsós lány sajátítja el a kosárlabdázás alapjait június közepén Szekszárdon a sportcsarnokban. Ez nem itt alvós, hanem nyilván napközis jelleggel is igyekszünk mi is majd minden szabályt betartani, de úgy gondolom, hogy ez a szülőknek óriási segítség. Az augusztusi, hát bonyhádi táborunk még kérdéses, hanem akkor napközis jelleggel augusztus 10-től szintén táboroztatni fogunk, vagy Bonyhádon, vagy Szekszárdon. Hát mi úgy készülünk, hogy igyekszünk a normális élethez vissza állni, mert talán a gyerekeknek erre még nagyobb szükségük van, hiszen azért a szociális kapcsolataik rendkívül leszűkültek, és ebben szerintem most a sport, mint kisebb közösség, mint az iskola, vagy akár az osztály, ez nagyon sokat fog segíteni nekik. Az UFC-nél még nem tudták megmondani, hogy tartanak-e napközis és ottalvos futballtábort, és ha igen, mikor és milyen körülmények között. Erre vonatkozó utasítást még nem kaptak a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. A Babits Mihály Kulturális Központnál azonban készülnek a gyerekek fogadására. Tavaly hatalmas sikert arattak a kicsiknek szóló napközis táborok. Idén azonban a sok bizonytalan tényező és szabályozás miatt még nem tudták megmondani, megtartják-e a szuperhős vagy éppen a hercegnő tábort. A kormányzat jelentősen enyhítette a korlátozásokat, és bár a 200 fő alatti rendezvényeket engedélyezi, egy másik rendelet, a 46/2020-as rendelet pedig mégiscsak másképp vélekedik erről, úgyhogy most mi a kulturális kormányzattal folyamatosan ilyen párbeszédben vagyunk, és ezeket a kisebb ellentmondásokat szeretnénk most kiküszöbölni. Úgyhogy alapvetően mi úgy tervezzük, hogy lehetőség szerint minél korábban szeretnénk megnyitni a kulturális központot a nagy közönség számára. Mi alapvetően úgy készülünk, hogy a tavalyi tematikus napközis táborainkat szeretnénk megrendezni idén is. Így aztán Mesterségek Mestere tábor június 22-től, Hercegnő tábor június 29-től, Varázsecset rajztábor július 6-ától, Grimaszka tábor július 13-ától, Szuperhős tábor augusztus 3-ától, és Kézműves alkotó tábor augusztus 10-től várja majd a kedves érdeklődőket, a kedves gyermekeket és a szüleiket. Természetesen ezek tervek, de optimisták vagyunk, és bízunk abban, hogy ezeket a táborokat idén is meg tudjuk majd szervezni, de addig még sok egyeztetésen túl kell legyünk. Zsikó Zoltán reméli, hogy hamarosan kiderül, kinyithatnak-e a kulturális központok, akkor dől el, hogy mi lesz a nyári napközis táboraik sorsa.
Akár már ősztől ingyenessé válhat a helyi járatos buszközlekedés Szekszárdon. A helyi Fidesz frakció ezt javasolja a polgármesternek. Úgy látják, sok az üres járat, amit a városnak mindenképp fizetnie kell. Ezek megszüntetésével és a rendszer felülvizsgálatával szerintük ugyanannyi pénzből megoldható lenne, hogy az országban elsőként ne kelljen jegyet váltani a helyi járatokra, ami óriási lépés lehet egy zöldebb város felé. Váljon ingyenessé a helyi járatos tömegközlekedés Szekszárdon, ezzel az első hallásra merésznek tűnő ötlettel állt a sajtó elé a szekszárdi Fidesz frakció. Vezetőjük Máté Péter azt mondja, 2010 óta nagyságrendileg felére csökkent az utasszám. Ez a menetrend, amióta elindult, azóta folyamatosan megy lefelé az utas létszám. Évről évre egyre kevesebben választják a tömegközlekedést, ami viszont működik, és a városnak akkor is fizetnie kell, ha nem utazik a buszokon senki. Évente 150 millióba kerülnek a megrendelt járatok. A Fidesz szerint a rossz menetrend átalakításával, az üres járatok megszüntetésével, akár a jegybevételről is lemondhatnak, nagyságrendileg ugyanannyi pénzből működhetne a rendszer. A helyi tömegközlekedés 2010 óta megy ezzel a menetrenddel, és látjuk azt, hogy a buszok kihasználatlanul közlekednek. Nem mindig, nem mindegyik, de nagyon sok a kihasználatlan busz, ami nem igazán gazdaságos. Azt tudni kell, hogy ezeket az üres kilométereket a volán leszámlázza a városnak, tehát biztosítani kell a fedezetet rá. Ez nagyon sok pénzbe kerül, évek óta fizetjük a mínuszt, mindig egyezkedünk, elodázzuk a fizetés, részletfizetés, de mínuszt termel a tömegközlekedés, és az a javaslatunk, hogy a menetrendnek az átvizsgálásával, a fölösleges járatok megszüntetésével vagy ritkításával realizáljuk egy kicsit a helyzetet, azon kívül tegyük ingyenessé a tömegközlekedést, tehát Szekszárdon a helyi járatért ne kelljen fizetni, ezáltal valószínű vonzóbbá tesszük, és több ember fogja használni azokat a járatokat, amikre szükség van. Ezt kérjük a polgármestertől. Ács Rezső támogatja az elképzelést, legalábbis azt mindenképpen, hogy vizsgálják meg a felvetés megvalósíthatóságát. Ez most a vírus helyzetről szól, hiszen éppen a parkolás ingyenesítételével azt szerettük volna elérni, hogy minden többen autóval jöjjenek, és minden kevesebbet találkozzanak. De ez az időszak lemegy, ez még néhány hét vagy hónap, az alatt van lehetőség annak a kérdések a megvizsgálására, hogy mit jelentene a város életében az ingyenes tömegközlekedés. Én azt gondolom, hogy amennyi egy átbevételünk van, az igazából tulajdonképpen elenyésző ahhoz képest, amennyi összesség finanszírozása a város fizet, és miután ez nincsen arányban, az tudnám én is támogatni, hogy az új tömegközlekedési struktúra megvizsgálásával párhuzamosan együk valamennyi szekszárdi számára ingyenessé a buszok használata tömegközlekedés, és ezt a város finanszírozza meg. A polgármester úgy látja, van esély rá, hogy az őszi iskola kezdéskor már nem kell menetjegyet vásárolniuk a helyi járatokat választóknak, és ezáltal sok autós számára is vonzóbb lehet ez a közlekedési forma. Közeleti magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!